nagyon várom az utazást, már erre vártam ugye egy-két éve, hogy kijuthassuk igazából 5 éve. És most, hogy tényleg itt vagyunk a reptéren, és mindjárt indul a repülő, ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon nehéz egyébként így erről beszélni, mert tényleg annyira régóta várok rá, hogy igazából nem tudom, annyira boldog vagyok, és nagyon várom már, hogy kiérjünk és végre úszhassak. Tényleg nagyon éhesen megyek ki egyébként, nagyon jól szeretnék úszni, és hát nagyon várom, hogy milyen élményekkel fogok kint gazdagodni. Azért nem mindegy, hogy edzőtáborba megyek, vagy éppen az olimpiára. Hát ez mindig nagyon megható tud lenni, kicsit ilyen érzelgős vagyok, vagy nem tudom. Azért el tudok érzékenyülni sokszor. Hát majd meglátjuk, most megpróbálok nem sírni, vagy valami ilyesmi. Én még mindig úgy érzem, hogy egy kicsit olyan hihetetlen, és szerintem ez akkor fog bennem tudatosulni, mikor ott vagyok az uszodába, de én nagyon izgatott vagyok, úgyhogy én nagyon várom. Én nagyon boldog vagyok, hogy ez is eljött, edzőmtől ma reggel búcsúztam el, és ő is mondta, hogy ide is eljutottunk. Hát igen, nem volt rövid az út, vagy hát félig meddig rövid volt, azért 18 éves vagyok, de eljutottunk ide, és nagyon boldog vagyok. Egy nagyon izgalmas 3 hét veszi kezdetét. Az utazás az mondjuk nem lesz rövid. Próbálok majd már a gépen átállni. Aztán ott elkezdjük a mini edzőtábort Koriyamába. Utána pedig megyünk már is Tokióba. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lett a falu, meg milyen az olimpiai úszoda.